Otthonában látogatta meg Korin Ferencet Nagymajdon József polgármester és Bognár Ferenc képviselő. Feri bácsi most ünnepelte a 95. születésnapját. A jeles alkalomból virágot, bort és egy a miniszterelnök kézjegyével is ellátott emléklapot vehetett át. Örömteli teendőnek teszek eleget. Magyarország kormánya miniszterelnök úr megbízásából kiadott egy emléklapot 95. születésnapja alkalmából, amit sok szeretettel átadnék önnek. Gratulálok! Korim úr! Röncsoljon! És kérem engedjenek, hogy a 25 éves város köszöntse a 95 éves Korim Ferenc úr. Bányaváros. Ezért mondom, hogy egy üvegból fogyassza még hosszú-hosszú évekig hivatkísérgel. Minden van. Sokkal még egy virágot is fogadjanak. Feri bácsi az évek alatt rengeteg helyen dolgozott, például az üveggyárban is. De volt cipés segéd, hosszú éveken keresztül hordott ki orvosságot betegeknek, 1938-ban pedig bányász lett. Majd ezt követően a Bátony Terenyei labdarúgó csapat gyúrója volt. Közel 50 éven keresztül. Boldogan nézem az országot, az egész világot, mert voltam a csapattal mindenütt, úgyhogy hát engem ismertek Jugoszláviába, Romániába, Németországba, ahol csak létezett mindenütt, és hívtak is, menjek el gyúrónak. Feri bácsi örömmel gondol vissza a régi szép időkre, azokra a napokra, amit együtt tölthetett a helyi foci csapattal. Azt mondta, egyet sajnál csak, hogy nem tudott kijutni a világbajnokságra. Mikor itt megindult ez a pálya Nagybátonyba, akkor Puskás Ferit bejött az öltözőbe, vagy fürdőbe, azt mondja, hogy öreg, gyúrjam a legebb, legyúrtam őt. Azt mondta nekem Puskás, hogy hát gyere hozzák a Honvédhoz. Hát én mondom, nem hagyhatom itt ezt a csapatot, mert szerettek engem itten, meg hát még várok egy kicsit még. Hát aztán addig, hogy mert már jött is a kizé, hogy mert akkor volt ez a világbajnokság. Jöttek én Pestről, a sportszövetségtől egy írás, hogy hát készüljek föl, indulunk. Mikor bementem Pestre, akkor még azt mondták kérdezik, hogy találtak egy erősebbet. Hát sajnos így le kellett mondani a világbajnokságról. Nagyon szerettem volna meglátni ezt a világbajnoki meccset, ahol győzött a magyar csapat. A szépkorú férfi azt mondta, a hosszú élethez sokat kell dolgozni, de vigyáznunk is kell magunkra, hiszen az egészségünk a legfontosabb. Mindenben részt vettem, úgyhogy még élek, és sokáig akarok még élni. Erőbb egészségünk.